A Pannon Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Ma november 10-e Réka és Tibor névnapja van. 573 éve a törökök elleni hadjárat során a Várnai csatában 20 éves korában meghalt első Ulászló magyar király. 1483-ban született Luther Márton német teológus, a reformáció elindítója. Most pedig következzenek a nap kiemelt hírei, először röviden. Az elmúlt 7 év a nemzetegyesítés időszaka volt. A következő időszak a nemzet építésének időszaka kell legyen, mondta a magyar miniszterelnök a máért ülésén. Képzéseket indított az MNT az óvodás gyermekek nevelése érdekében. Komoly felújításon esett át az Óbecsei Gerontológiai Központ. Sertésnapokat tartanak Szabadkán. Az elmúlt 7 év a nemzetegyesítés időszaka volt. A következő időszak a nemzet építésének időszaka kell legyen, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten a Várkert bazárban. A 16. magyar állandó értekezletet megnyitó beszédében arra is kitért, fontos megerősíteni a családot. Ezért a 2018-as év a külhoni magyar családok éve lesz. A máért elején Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettes elmondta, a magyar állam értelme és célja az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és ez csak akkor lehetséges, ha minden nemzetrész megmarad. Semjén hozzátette, ehhez egy erős anyaország és nemzetpolitika kell, és ezt sikerült elérni. Értetni arra, hogy a máért egy különleges formája a magyar politikai közéletnek. Orbán Viktor beszéde elején köszönetet mondott a külhoni magyaroknak, hogy az elmúlt 7 évben jóval rosszban kitartottak Magyarország mellett. A magyar miniszterelnök kiemelte, Magyarország közelebb van a szomszédaihoz, mint eddig valaha. A magyar nemzeti érdek az, hogy legyen erős Szerbia, erős Románia, erős Ukrajna, erős Szlovákia, erős Horvátország, akikkel aztán Magyarország szintén erős országként gyümölcsöző együttműködés és kapcsolatot tud kialakítani. A magyar miniszterelnök kitért a 2015-ben indult migrációs hullámra is. Orbán Viktor hangsúlyozta, elsősorban Brüsszelben mondták azt, hogy ezt a folyamatot nem lehet megállítani. Én nagyon komoly nemzeti teljesítménynek tekintem azt, hogy a magyarok bebizonyították, hogy meg lehet állítani. Itt külön is köszönetet kell mondanom a délvidéki magyaroknak, hiszen őket érintette ez a válság leginkább. Nem csak fizikai mi voltjában, hogy rajtuk ment keresztül, hanem hogy oda kellett egy kerítést építeni, ahol egyáltalán nem akarunk kerítést látni, hiszen magyar közösségek is élnek a határ másik oldalán is. Az, hogy a délvidéki magyarok ezt megértették, elfogadták, sőt a szerb kormánnyal is támogattatták, azt én egy komoly teljesítménynek tartom, és az elnök úrnak, pásztor elnök úrnak külön is köszönöm. A demográfia megerősítésével lehet megakadályozni azt, hogy a nemzet ne gyengüljön meg, fogalmazott Orbán Viktor. Magyarország pedig a családpolitika megerősítésén dolgozik, ezért is lesz 2018 a magyar külhoni családok éve. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, bizonyos családtámogatások rendszerét az államhatáron túlra is igyekeznek kiterjeszteni, és komoly kárpát-medencei családpolitikai rendszer kiépítését tervezik. Szavai szerint a Kárpát-medencében a jövőt magyar nyelven írják, mert van jövő, és arról érdemes gondolkodni. Emellett azok is jól járnak, akik együttműködnek a magyarokkal. Hogy azt is láthatja mindenki a Kárpát-medencében, hogy aki együttműködik a magyarokkal, az jól jár. Ha nem csak helyesen, erkölcség és filozófia cselekszik helyesen, hanem jól jár. A magyarokkal együttműködni, ha a szerbek ezt megteszik, akkor jól járnak. Ezt a Vučić elnök úr többször nyilvánosan elmondta. A miniszterelnök végül kitért a szavazati jog kérdésére. Szerintem a magyarországi magyarok szempontjából, tehát most a magyarországi magyarok felől nézem az ügyet, a mostani helyzet elrendezése igazságos, helyes és igazságos. Jól képezi le a valóságot, amely abból áll, hogy mindannyian egy nemzethez tartozunk, de különböző helyzetben vagyunk. Az anyaországi magyarok más helyzetben vannak, mint a határon túli magyarok. Ezért van az, hogy a választójognak azt a speciális kiterjesztését választottuk, és ezért tudták ezt a baloldali pártok is korábban támogatni, meg jól értettem, mert ugye a magyarországi magyarok, azok, mikor szavaznak, akkor kettő szavazatot adnak le, a határon túli magyarok meg egyet adnak le.
A miniszterelnök arra biztatta beszéde végén a külhoni magyar állampolgárokat, hogy minél nagyobb számmal regisztráljanak és vegyenek részt a jövő évi magyarországi országgyűlési választásokon. A magyar miniszterelnök beszéde után a 16. magyar állandó értekezlet ülése zárt ajtók mögött folytatódott, ahol a határon túli nemzetrészek képviselői számoltak be az őket érintő legfontosabb kérdésekről. Vajdaságban folytatódik az építkezés, a nemzetpolitikai célok végrehajtása, ezt nyilatkozta a Pannon RTV-nek Budapesten Pásztor István, a VMS elnöke. A magyar nemzetpolitikai államtitkár pedig a családi támogatások kiterjesztésének fontosságát hangsúlyozta. A saját jövőképünk a célkitűzéseink megfogalmazása. Ez vár ránk az elkövetkezendő időszakban, fogalmazott Pásztor István a Máért ülése után. Ezek megvalósítása érdekében pedig az anyaország erkölcsi és anyagi támogatását kérik. A VMS elnöke hozzátette, ha sikerült az Európa Kollégium vonatkozásában, a falugondnoki rendszer és a gazdaságfejlesztési program tekintetében, akkor nincs akadálya annak, hogy más elképzelések is sikerüljenek. Én azt látom, hogy egyrészről valóban számban megfogyatkozott a vajdasági magyar közösség, ugyanakkor életerejében töretlen maradt, és még ebben a pillanatban is rendelkezik azzal a szakmai, politikai, közösség megtartó potenciállal, intellektuális erővel, ami lehetővé teszi mind az elképzelések megfogalmazását, mind pedig azoknak az életre hívását. 2018 a családok éve lesz Magyarországon, és a magyar kormány ezt kiterjeszti a határon túli területekre is. Így a tematikus évek keretében a következő a külhoni magyar családok éve lesz. Szeretnénk azt, hogyha a családok számára is tudnánk kérni pályázatokat. Még ezeket az elképzeléseket össze kell fésülni a magyarországi, az EMMI által kiért pályázatokkal, illetve elképzelésekkel, és majd utána fogunk erről bővebben, részletesebben tájékoztatni, de ami biztos az az, hogy az eddigi vállalkozói, családi vállalkozói pályázatainkat biztos, hogy visszük tovább. Az államtitkár hozzátette, azt szeretnék, ha a magyarországi családtámogatási rendszerből minél több mindent át tudnának ültetni a külhonba is. Potápi Árpád János kiemelte, céljuk, hogy pár éven belül ne legyen különbség a magyar gyerekek körülményei között, akár Szabadkáról, Kolozsvárról, vagy például Szegedről, vagy Budapestről van szó. A magyar állandó értekezlet záró nyilatkozatában a magyar kormány, a parlamenti pártok és a külhoni magyar közösségek képviselői üdvözlik a magyar kormány nemzetegyesítő törekvéseit, a nemzet közjogi egyesítését, a Minority Safe Pack kezdeményezést, valamint bejelentették, hogy 2018 a külhoni magyar családok éve és Mátyás király emlékév lesz. A legfontosabb kérdésekben konszenzus van, az ellenzék részéről is, mondta el Semjén Zsolt. A Minority Safe Pack mellett, az ukrán nyelvtörvény ellen és Gyurcsány Ferenc javaslata ellen is mindenki kiáll, mind a magyarországi parlamenti pártok, mind pedig a külhoni magyarok képviselői, hangsúlyozta a magyar miniszterelnök helyettes. Emellett az ülésen még két fontos döntés született, emelte ki. Tematikus évek tekintetében idén a külhoni magyar családok évét hirdetjük meg, összhangban azzal a demográfiai programmal, családtámogatási programmal, amit az anyaországban is indítottunk. Tehát így ennek első lépéseként a babakötvényeket és az anyasági támogatást is kiterjesztjük a külhoni magyarságra. A babakötvény az 42.000 forint, az anyasági támogatás az 64.000 forint. Ezt azok is megkapják, akiknek nincs magyarországi lakcíme, és bárhol éljenek a világban, ezekre a támogatásokra jogosultak. A másik döntés pedig az, hogy jövőre Mátyás király emlékév lesz, emellett a nemzet közjogi egyesítését is üdvözlik. Amit a Máért nagyon-nagyon értékelt, hogy jelentem a nemzetnek, hogy letett az esküt az 1 milliómodik új magyar állampolgár, és amit kormányzásunk kezdetén ígértem meg, azt most arra megcselekedtük, megvan az 1 millió új magyar állampolgár. A Máért tagjai azon meggyőződésüknek adtak hangot, hogy minden magyar felelős minden magyarért, mondta a sajtótájékoztatón Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár.
arra buzdítják a külhoni magyarságot, hogy élve alkotmányos jogaival vegyen részt a 2018-as országgyűlési választásokon. Vajdaság tekintetében egyebek mellett a Máért megállapította, hogy Magyarország és Szerbia együttműködése példaértékű. Üdvözlik Szerbia uniós előrehaladását, üdvözlik a VMS által elkészített gazdaságfejlesztési programot, és támogatják a VMS küzdelmét az anyanyelvi oktatásért, valamint üdvözlik a párt által a részarányos foglalkoztatás elvének megvalósulására benyújtott több törvényjavaslatát és módosítási indítványát. A sajtótájékoztató végén a miniszterelnök helyettes és az államtitkár Kelemen Hunor, az RMDS elnöke és Vince Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója elnöke a két fő kezdeményező jelenlétében aláírták a Minority Safe Pack kezdeményezést, amely a kisebbségi közösségek Európai Uniós jogvédelmének megteremtését célozza. A magyar kormány óvodafejlesztési programjának keretében Újvidéken is tartanak továbbképzést az óvónőknek. A téma a korai intervenció módszereinek elsajátítása és alkalmazása az iskoláskor előtti nevelésben. Az is nagyon fontos, amit én a múlt héten... Interaktív foglalkozást tartanak Újvidéken a magyar kormány által támogatott óvodapedagógus képzésen. Az iskoláskor előtti intézmény Újvidéken leginkább szerb nyelvű továbbképzéseket szervez. Mi itt is hely tudunk állni, mert két nyelvű környezetből érkezünk, de minden pillanatban számunkra könnyebb akkor, hogy az anyanyelvünkön halljuk ezeket az új információkat, illetve új képzéseken vehetünk részt. Úgy van, hogy változnak a szülők, úgy, ahogy változik a világ, úgy változnak a gyerekek is, és egyre jobban szükségünk van arra, hogy hozzáképezzük magunkat, hogy mégis tudjunk haladni. Kapcsolatot teremtenek a gyerekekkel. Az újvidéki képzésen 30 órában a korai intervenció fontosságát és módszereit ismertetik a hallgatókkal a szakemberek. Különböző gyerekeket és családokat érintő nehézségeken való átlendülést segíti, akár a családok, gyerekek erősségeinek a támogatásával, kihangsúlyozásával, akár a családközpontú pedagógia eszköztárával. A magyar kormány azokat a vajdasági óvodákat, amelyekben vannak magyar óvodások, eszközökkel is felszereli. A magyar nyelven való tanítást már a korai években kell elkezdeni a szakemberek szerint. Ennek a hozadéka kellene, hogy legyen, hogy egyre több vegyes házasságban élő kisgyerek majd a magyar iskolát válassza elsőben, illetve hát a szülők fogják ezt választani. Az újvidéki képzésen 20 elsősorban Szórványból érkező óvónő vesz részt. Négy megállapodást írt alá a Szerbia és a Boszniai Szerb Köztársaság az együttes kormányülést követően Belgrádban. Szerződést kötöttek egyebek között a légi közlekedés terén történő együttműködésről, az infrastruktúra fejlesztéséről, a 2017 és 2021 közötti időszakban történő kulturális együttműködésről, valamint a postai és a telekommunikációs forgalomról. Ana Brnabić szerb miniszterelnök kijelentette, a szerb kormány számára prioritást jelent a Boszniai Szerb Köztársasággal történő együttműködés, és a jövőben még inkább szeretnék ezt erősíteni. Mint fogalmazott, Szerbia az elmúlt 3 évben komoly erőfeszítéseket tett a makroökonomiai, pénzügyi és politikai stabilitás érdekében. Takav signal ne može da prođe dobro ukoliko nemamo regionalnu stabilnost, regionalno povezivanje. Dakle, svi smo mali, čak i Srbija koja je najveća regionalna zemlja, ipak smo malo tržište da bi bilo kakva nestabilnost u regionu ne bi značila i da smo mi rizični. Zato je Srbija toliko iskreno i duboko posvećena regionalnoj stabilnosti. A kormányközi ülést megelőzően Alekszandar Vučić szerb államfő és Milorad Dodik a Boszniai Szerb Köztársaság elnöke, valamint Ana Brnabić Szerbia és Zsejka Cvijanović a Boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke ült tárgyalóasztalhoz. Dodik reményét fejezte ki, hogy a Szerbia és Bosznia-Hercegovina közötti határvonal kérdése az év végéig megoldódik, habár véleménye szerint a szarajevói kormány bonyolíthatja a helyzetet.
A szerbiai Jugovija és a boszniai Bratunac településeket összekötő híd munkálatai 2015 óta zajlanak. Elméletileg idén szeptemberben adták volna át, ezidáig azonban ez nem történt meg. A megegyezés szerint Szerbia építi az egész hidat, a boszniai szerb köztársaság pedig a közös határátkelőt készíti el. Dodik szerint ez utóbbival vannak problémák. Hozzátette, a mai ülésen politikai, gazdasági és regionális kérdések is szóba kerültek. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Az 1944-es magyar ellenes atrocitásokról emlékeztek meg Zentán. Megtartotta novemberi diák hangversenyét a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola. Csak nem 3,5 évtized után esett át az első komoly felújításon az Óbecsei Gerontológiai Központ több mint 110 éves épülete. Kicserélték az intézmény ablakait, beépítettek egy teraszt, kibetonozták és akadálymentesítették az udvart, energiatakarékos ledízzókra cserélték a hagyományosokat, napelemeket szereltek fel és megszépült a külső homlokzat is. A korszerűsítésnek köszönhetően nem csak a bentlakók életminősége javul, de csökkennek a rezsiköltségek is. A beruházásra több mint 14 millió dinárt a közbefektetéseket irányító országos iroda biztosított, míg az áfát az Óbecsei önkormányzat állta. Az utóbbi időben Szerbiában zajlik az intézmények szabványosítása, és ilyen szempontból a jelenlegi beruházás ez óriási jelentőséggel bír az intézmény számára, ugyanis a föltételrendszer a minőség megszerzéséhez az elég rögös út, és sok pénzbe kerül, és többek között a vizes gócnak a szanálása, ez egy óriási segítség számunkra, mert meg kell, hogy valljam, hogy nem éppen a legjobban álltunk ilyen szempontból. Az első világháborút lezáró fegyverszüneti megállapodás emlékére a szombat állami ünnep Szerbiában. Változik több közvállalat és intézmény munkaideje országszerte. Szabadkán például az állami gyógyszertárak 8 és 13 óra között fogadják az ügyfeleket, kivétel a Városháza alatti egyes számú patika, amely folyamatosan nyitva lesz. A Parking kommunális közvállalat ezen a napon nem fizetteti meg a parkolást Szabadkán. További információk a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com címen. Az 1944-es magyar ellenes atrocitásokról emlékeztek meg csütörtökön este Zentán, a Tisza partján felállított emlékkopjafánál. A megemlékezés gyászmisével kezdődött, amelyet Szeles Oszkár esperes plébános celebrált a Szent István kápolnában. Ezt követően az egybegyűltek égő mécsesekkel átsétáltak az emlékhelyre. 1944. november 9-éről 10-ére virradó hideg éjszakán az akkori reguláris hadsereg egyenruháját viselő fegyveresek 65 polgártársunkat hurcoltak át dróttal megkötözve ide a folyóparti füzesbe, ahol tarkólövéssel végeztek velük. A megemlékezésen beszédet mondott Stantic Sebastian, aki a békére és a jelen helyzetre hívta fel a figyelmet. Manapság is a világnak több pontjában hasonló szörnyűségeken mennek köröztül az emberek, és mivel ez egy megemlékezés, ennek szeretnék emléket állítani, hogy ők mennyi mindent, tehát ők a végső áldozatot meghozták annak érdekében, hogy mi itt békében élhessünk és megmaradhassunk magyarnak. Az áldozatok neveinek felolvasása után a Magyar Nemzeti Tanács, a Zentai Önkormányzat, valamint a helyi politikai és civil szervezetek tagjai elhelyezték a kegyelet virágait az emlékkopjafánál. Pap József megzenésített verseivel kezdődött ma az orvosköltőnek szentelt irodalmi est az Óbecsei Tanemlékházban. Az Óbecsén született és nevelkedett Pap József a gimnáziumot Szabadkán végezte el, majd egyetemi tanulmányai után Újvidéken dolgozott orvosként. Hózsa Éva egyetemi tanár többször moderálta a költő estjeit Szabadkán. A mai emlékesten viszont Arccal a Mező utcának címmel tartott előadást a 2005-ben elhunyt orvosköltő és műfordító munkásságának óbecsei vonatkozásairól. Egy nagyon sajátos költészet az övé, sajátos úton járt, ezzel, hogy tulajdonképpen a szó az ő legfőbb témája,
rövid verseket írt, egészen sűrített verseket. Ő az irodalmunkban az a költő, aki a haikut képviseli, aki a versről számos verset írt. Ezen kívül szeretnék olyan metaforákról beszélni, mint a kert, mint a homokzsák, amelyet most fedeztem fel magamnak. Hogyan érvényesülhetünk Szerbiában a 21. században? Egyebek mellett erre a kérdésre is keresték a választ a 3. WIFO ifjúsági konferencián Szabadkán. Szó volt a motivációról, az álmokról, karrierutakat ismerhettek meg a jelenlévők, és hogy hogyan kell a végsőkig kitartani. A résztvevők meghallgathatták, hogy egy hétköznapi emberből miként lehet befutott színész, vagy akár filmrendező, valamint hallhattak egy történetet, amely a Rubik kockán kezdődött és New Yorkig jutott. A rendezvény fő célja, hogy összekösse a magyar ajkú ifjúságot Vajdaság területéről, illetve hogy teret adjon a különleges, inspiráló életutak bemutatására, amelyek példaadással szolgálhatnak más fiatalok számára. Az ifjúsági konferencia idei programsorozatának ez volt az utolsó állomása. Előadónak olyan vajdasági fiatalokat válogatunk, akiknek már valamilyen sikerélménye volt az életben, viszont még nem mondhatjuk őket sztároknak, vagy nem voltak annyira kiemelkedő egyéniségek, és így a vajdasági fiataloknak meg tudjuk azt mutatni, hogy egy egyszerű hétköznapi emberből is milyen tehetséges fiatalokká válhatnak, hogyha kitartóak. Az újvidéki Szvetozár Márkovics gimnáziumban zajlik az a háromnapos program, amelynek köszönhetően testvériskolájuk, a Szegedi Ötvös József gimnázium képviselői a Vajdasági Városba látogathattak. Az újvidéki Szvetozár Márkovics gimnázium vendégül látja testvériskolájának, a Szegedi Ötvös József gimnáziumnak diákjait. A határtalanul elnevezésű program keretein belül együtt dolgozhatnak, tanulhatnak, barátkozhatnak a szerb és magyar ajkú diákok egyaránt. A szegedi iskola diákja, Argyalán Klaudia, már tavaly is részt vett a programban. Arról beszélt, hogy mikkel foglalkoznak az itt eltöltött három napban. Most éppen Szeged környéki és szegedi írók munkáját dolgozzuk fel, illetve külön csoportokba dolgozunk, mint például egy csoport a biológiai részt, hogy milyen növények vannak, akkor történelmi rész Szeged történelme, illetve ő Szeged hírességei, nevezetességeit egy plakátba dolgozzuk fel. Gusztony Endre, a Szvetozár Márkovics gimnázium tanulója, a történelem szekcióban dolgozik. Én már részt vettem tavaly is a programban, és hát csak 2-3 gyerek van, aki volt tavaly is, de amikor megláttuk egymást, akkor egymás nyakába borultunk, és szerintem itt igazi barátságok szövődnek. A műhely munkában szerb diákok is részt vesznek. Nek viszont az iskolán belül van egy nagyon-nagyon pozitív hatása. Ezt most már így 4 év után tudom mondani, hogy a gyerekek, a szerb gyerekek körében is egy pozitív hozzáállás alakult ki, úgy a magyar diákok felé, maga a program iránt. Ennek a fogadalomnak tettek eleget. 21 diák és 4 tanár utazott Újvidékre Magyarországról. Áprilisban az újvidéki diákok és tanárok látogatnak el Szegedre, hogy ott ők mutassák be saját városuk kultúráját. Én úgy gondolom, hogy az emberek, és hát főleg ugye a fiatalok úgy kerülhetnek igazából egymáshoz közel, hogyha együtt valamilyen közös cél érdekében tudnak tevékenykedni, és hát az elmúlt évek ezt fényesen igazolták. A program megvalósítását a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta. Megtartotta a novemberi diák hangversenyét a Művészetek Házában a Magyar Kanizsai Alapfokú Zeneiskola. A rendezvényre 20 kis diák készült. A gyerekek szeptember óta készültek a hangversenyre, és a felkészítő tanárokkal közösen választották ki a szerzőt és a játszani kívánt művet. Harmonikán fogok játszani, és a karaktertáncot fogom előadni. A gyerekek körében közkedvelt hangszer a zongora és a gitár, de volt, aki harmonikán, furuján és hegedűn játszott. Az első osztályos tanulók zongorán Lili Petrovics műveit, míg az idősebbek többek között Schumann műveket játszottak.
minden hónapban az első szerdán szokott meg van tartva a diák hangverseny, és akkor hát úgy nézzük, hogy az összes gyerek legalább egyszer vagy kétszer évente föllépjen. Azért kellene így minden hónapba, hogy legalább egyszer legyen egy alkalom. A novemberi évadnyitó hangversenyen az elsőtől hatodik osztályos tanulók vehettek részt. Saját készítésű lampionokkal és lámpákkal a kezükben sétáltak Szabadka utcáin az óvodások sötétedés után. Így ünnepelték meg a Laternenfestet, vagyis a Lámpás Fesztivált. A hagyományoknak megfelelően Szent Márton napján tartják ezt az ünnepséget. Szabadkán a Pöttönpanna óvoda szerb-német és magyar-német csoportokba járó lurkói, szüleik, testvéreik és csoportvezetőik vettek részt. A menet a Szent Teréz székesegyház elől indult és a Pöttönpanna óvoda épületéig tartott. Nem csak mangalica, hanem sertés és szürke marha húsból készült ínyentségek, különleges ízesítésű sajtok, valamint édességek és kézműves érdekességek is várják a látogatókat a sertésnapok régi receptek és ételek elnevezésű rendezvényen Szabadka központjában. Az eseményt a Mangalica Tenyésztők Vajdasági Egyesülete szervezte. Sült hús és forralt bor illata csalogatja a látogatókat Szabadka központjában. Az érdeklődők csili paprikából készült különlegességeket is kóstolhattak Bácskosút falvi kistermelőknél. Több mint 40 kiállító, Laci konyhás, kézműves és különféle finomságokat bemutató árus helyezte el a standját a Kék Szökőkút melletti téren. Nagyon szeretem a hagyományos kézművességet is, és természetesen a gasztronómia is érdekel, tehát szeretek eljönni. Minden évben rendszeresen eljövök. A kiállítók nem csak Szabadka környékéről érkeztek, vannak Közép- és Dél-Szerbiából, a környező országok közül pedig Magyarországról és Romániából. Polgárok mellett, akik ugye finom ételeket, italokat kóstolhatnak és fogyaszthatnak, turisztikai szempontból fontos megemlíteni, hogy városunkban Magyarországról, Romániából, Zlatiborról, Vrnyacskabanyából, Szerbia más részéről is érkeztek termelők és kiállítók. Császár Teréz Romániából érkezett, különleges sajtokat kínál a rendezvényen. Vannak többféle sajtjaink, van a 3 hónapos érleléstől a 2,5 éves érlelésű sajtig, van viszont ez itten, ez 2 évig sóbányában van érlelve, akkor vannak erről a 6 hónapos érlelésű ízesített sajtjaink, vannak a köménymaggal, bazsalikommal, kakukkfűvel, dióval, ezek a mi különlegesebb sajtjaink vannak. A rendezvény ideje alatt a legkisebbeket állatsimogató várja, ahol mangalica malacot és kiskecskéket lehet simogatni. Mivel 10. alkalommal szervezzük ezt a rendezvényt, meg szeretünk volna valahogy pecsételni, így minden sült kolbász mellé adunk egy tombolát, ami kedden 16 órakor kerül sorsolásra, és egy mangalica maracot fogunk kisorsolni, ami itten meg is tekinthető már. A gasztronómiai esemény szerdáig tart. Újabb 3 pontért küzdött ma délután a szabadkai Spartacus női labdarúgó csapata. A hazai lányok ezúttal a belgrádi Crvena Zvezdát látták vendégül. Lendületesen kezdte a játékot a szabadkai csapat. Az első hazai gólra csupán a 6. percig kellett várni, amikor Tiana Filipovics bravúrosan a hálóba lőtte a labdát. A következő találatig a 32. percig várni kellett. Az első félidő végén 2-0-ra vezet a szabadkai Spartacus. A 3. hazai találatig a 62. percig várni kellett. A 2. félidő utolsó perceiben már láthatóan elfáradt a vendégcsapat. Ezt használták ki a Spartacus lányai, és Tiana Filipovics góljával megszerezték 4. találatukat, és ezzel be is állították a végeredményt. A csapat edzője elégedett a mérkőzésen nyújtott teljesítménnyel. Jóan plékom csesztem, hogy dejekám az zaiste szó csitavó szezon odigrali na jednom visokom nivou. Danas, što kažu, bi jedan diplomski rad da ovu godinu, što kažu, zaokružimo na najljepši mogući način. Dejeke su bile fenomenalne, odadile su ono sve što smo se dogovorili u slučonici. Vajda Orsolya és csapata sokat készült erre az összecsapásra. Nagyon elégedettek vagyunk, hiszen egész héten erre készültünk, hogy megverjük a Zvezda csapatát, és úgy így 10 győzelmet tudhatunk magunk mögött, 30 pontot, valamint egyetlen egy kapott gólunk sincs.
A Crvena zvezda edzője csalódott a csapata teljesítményével. Svakako da bi ostvarili povoljan rezultat morate da pokažete želju, borbenost i voljni moment. Mi u današnjoj utakmici nismo pokazali to, znači jednostavno i rezultat je krajnji pokazatelj toga svega. A tizedik forduló után a szabadkai Spartacus női labdarúgó csapata 30 ponttal veretlenül áll a tabella élén. A lányok a következő hétvégén a Pozsarevac csapatával mérkőznek. Reflektorokkal szerelték fel a topolyai segédfocipályát. Ennek köszönhetően együtt edzhetnek a különböző váltásokban iskolába járó diákok. Fáradhatatlanul rúgják a bőrt a TSC utánpótlás nevelésének fiatal focistái a topolyai segédlabdarúgó pályán megtartott edzésen. Összesen mintegy 180 gyermek és fiatal focista használja edzésre a pályát. Nagyon szeretem a focit, nagyon kemények az edzések, elég fárasztóak, egy héten négyszer van edzés. Nemrégiben reflektorokkal szerelték fel a pályát. Gondjaink voltak az edzéseken, mert együtt a csapatot nem tudtuk tartani, csak is este, és a bajsai pályán kívül nem volt hol edzenünk. Most kaptunk olyan lehetőséget, hogy esténként ezen a segédpályán nagyon sok fiatal tudjon edzeni, és ami szakmailag is nagyon fontos, hogy együtt edz a csapat. A fejlesztést Topolya önkormányzata, valamint a tartományi sport és ifjúsági titkárság támogatta. Lehet rekreatív szempontból is, tehát sport, gyermekek is tudják játszótérként használni, és akkor nem mellékes az, hogy lényegében itt a legtöbb eszköze befektetésnek, az pedig a megvilágítás, tehát a reflektorok felállítása tette ki. Itt mi 500 ezer dinárt kaptunk a tartományon, a többi az önrészből, 2.400.000 dinár a befektetés. Alkonyatkor és az esti órákban 16 nagy teljesítményű reflektor világítja meg a focipályát. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Az elmúlt 7 év a nemzetegyesítés időszaka volt. A következő időszak a nemzet építésének időszaka kell legyen, mondta a magyar miniszterelnök a máért ülésén. Képzéseket indított az MNT az óvodás gyermekek nevelése érdekében. Komoly felújításon esett át az Óbecsei Gerontológiai Központ. Sertésnapokat tartanak Szabadkán. Köszönöm figyelmüket! A pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Most következik a Bihar grófja, Cárán Gyula című magyar dokumentumfilm a Pannon Televízió műsorán. A késő esti híradót követően Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszédét láthatják a Máért mai üléséről. Holnap a Pannon Presszóban Huszka Szandi testépítő beszél sikereiről és terveiről, Varvai András Szakács pedig a Márton nap kapcsán ajánl egy libából készült ételt. A Szabadkai Magyar Rádió holnap vallási műsorral is várja a hallgatókat. Én szép estét kívánok, viszontlátásra!